Tavaly a koronavírus miatt elmaradt, de idén már megrendezik a Parázsvarázs elnevezésű népszerű programot. Augusztus 20-án találkozhatunk Dóczi Zsuzsa, Gymstick és fitness instruktorral is, aki szabadtéri edzést tart majd az érdeklődőknek. Az edző kérdésünkre elmondta, kiemelten fontos a sport és az egészségünk megőrzése a mindennapokban. Az Edz a Szabadban nevű program is ezen a rendezvényen kerül majd egy külön területen megrendezésre, ami igazából, hát ez egy nagyobb projekt, ez egy országos rendezvény, illetve 3 megyét érintő rendezvény, Fejér megye, Komárom, Esztergom megye és Veszprém megye vesz részt ebbe a programba. Ez 2018 óta fut már, ahol hátrányos helyzetű településekre látogatunk el több edzőtársammal, és népszerűsítjük a különböző sportágakat, illetve magát a mozgásnak a szeretetét. Az instruktor kiemelte, az Edz a Szabadban elnevezésű megmozdulásnak köszönhetően több sportágat is népszerűsítenek majd az edzők a rendezvényen. Dunajvárosba is ez alkalommal így ellátogat ez az Edz a Szabadban nevű projekt, ami igazából nagyon sok sportágat fog magába foglalni. Megismerkedhetnek többek között az odalátogatók, elsősorban nyilván én a Gymsticket említem, amit ugye majd a csapatommal együtt fogunk népszerűsíteni, de ezen kívül lesz még jóga, lesz nordic walking, lesz vízen végezhető különböző sportágak. Balatoni településekre szoktuk vinni a szápokat, ugye ez a szápbord, ami ugye szerintem már egyre többen ismerik, egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ugye, hogy vízen tudunk egy deszkán állva evezni, és ez is egy nagyon jó sportolási, illetve kikapcsolódási lehetőség. Dóczi Zsuzsa elmondta, egy-egy társasághoz való tartozás, valamint a csapatos edzések jó hatással lehetnek az életünkre. Hozzátette, bármilyen életkorban érdemes elkezdeni a sportolást. Reméljük, hogy minél többen kedvet kapnak, akár csak egy-egy sportágra, amit még mondjuk nem ismertek, és most fognak velük először találkozni, vagy akár magával a mozgással, hogy látják, hogy akik mozognak, sportolnak, milyen pozitív beállítottságú, milyen vidám emberek, mert egyébként tényleg ez van, és sokan szeretnek egy-egy csapathoz tartozni, és a csapathoz tartozásnak az érzése, az egy életminőségjavulást is hoz egyébként magával, úgyhogy igazából ezt az érzést szeretnék mi átadni, nem is feltétlenül az, hogy egy-egy sportág az mit akar, vagy mit tud, és milyen élettani előnyei vannak, természetesen ezt is, de inkább magát a feelinget, az érzést próbáljuk átadni, hogy bizony érdemes elkezdeni sportolni bármilyen életkorban. A jelenleg hatályban lévő koronavírussal kapcsolatos kormányzati védelmi intézkedések értelmében az augusztus 20-ai esemény zenés-táncos rendezvénynek minősül, így a program területére csak érvényes védettségi igazolvány felmutatásával lehet majd belépni.